Köszöntelek benneteket! Bár nagy változásról ugyan nem beszélhetünk, viszont az elmúlt felhőmentes napok után végre kijelenthető, hogy a holnapi nap folyamán megjelenik majd némi gomoly felhőzet a keleti tájak felett, csapadékot viszont ezek továbbra sem fognak adni. És hogy bizony mekkora változásra számíthatunk majd, illetve mikor számíthatunk erre a változásra, erről majd a videó végén egy kicsit részletesebben beszélek, előtte viszont nézzük meg a következő 36 óra időjárását. A mögöttem látható felhőzet animáción azt figyelhető meg, hogy Közép-Európa nagy részén még továbbra is száraz, derült az időjárás, viszont az anticiklonnak a peremén északról délfelé halad egy hideg légörvény, amelynek a nedvessége a Kárpát-medencét is érinteni fogja, ez okozza majd a holnapi nap folyamán a felhősödést a keleti tájak felett. Az előttünk álló éjszaka folyamán többnyire derült, száraz, csapadékmentes, illetve szélcsendes időre számíthatunk. A minimum hőmérsékletek szeszélyes területi eloszlásban alakulnak majd. Általában -4 és +4 fok közé hűl le a levegő. A fajzugos részeken viszont ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A magasabban fekvő tájakon, a vízpartokon, illetve a belvárosi részeken pedig enyhébb lehet a hajnal. Aztán holnap napközben napos, száraz időre számíthatunk, kevés gomoly felhőzet tehát inkább csak a keleti részek fölött jelenhet meg, csapadék az viszont ott sem várható. A szelet, az északi szelet azt elsősorban a Tiszántúlon kísérhetik majd élénk széllökések, a csúcsértékek pedig kicsi alacsonyabbak lesznek a maihoz képest, többnyire 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő. A következő napok időjárása pedig egyre nagyobb bizonytalansággal lesz terhelve, ez pedig annak köszönhető, hogy az Észak-Európa felett felgyülemlő hideg légtömeg az megindul délfelé, a légtömeg határ viszont folyamatosan behullámzik majd, az előrejelzések pedig napról napra változnak, pontosabban az változik, hogy ez a hideg levegő mikor, illetve mekkora mértékben érinti majd a Kárpát-medencét. Így tehát a fáklya diagram is jelentősen változott a tegnapihoz képest. Jól látható, hogy most inkább azt várjuk, hogy a hétvégén figyelhető meg egy kisebb hidegöblítés, ugyanis érinthet majd minket egy hidegfront, és ezt követően pedig elég nagy bizonytalanság mellett, de összességében azért azt mondható el, hogy fokozatosan visszaesnek majd a hőmérsékletek. A csapadék az most egyébként egy kicsit biztosabbnak tűnik. Eleinte az figyelhető meg, hogy még továbbra sem várható, viszont a jövő hét közepén azért valamelyest megnő már a csapadék hajlam. Erről egyébként írtunk egy részletesebb posztot a Facebook oldalunkra, ha érdekel a téma, akkor mindenképpen nézzetek utána. Én ezzel most szeretném is megköszönni a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és tartsatok velünk holnap is. További szép napot kívánok, sziasztok!